mahóni akvifólium, tehát a közönséges mahónia. Hát nagyon érdekes, hogy most már számtalan cserjénk van, és igazából ez a rendszerváltozás előtt is egy nagyon kedvelt cserje volt, ugye a virágkötészeti anyagként is ismerjük, de igazából társasházi kertekben, családi házak kertében, nyaraló kertekben nagyon sok helyen előfordult, és tulajdonképpen ezt a sikerét ezt vejgélák tömege mellett is megőrizte. Tehát nagyon izgalmas, hogy 25 évvel a rendszerváltozás után, amikor tényleg ránk szabadult fantasztikusan sok óriási repertoárban a külföldről behozott vagy onnan megismert cserjéknek, meg különböző ilyen bokroknak, virágos évelőknek a tömege, a mahónia, kérem szépen, még töretlenül megtartotta a sikerét, a népszerűségét, és én azt gondolom, hogy ha ránéznek erre a bokorra, ránéznek erre a cserére, akkor azt hiszem, hogy velem együtt megértően tudják ezt utázni. Fantasztikus. Hát én azt gondolom, hogy ezekkel a háttérlevelekkel, ugye, amelyek ugye nagyon szépen az ősz végén ugye beszóltak színeződni, hát kicsit így közel jövünk ugye ehhez a sárga színhez, hát nagyon kevés virág, nagyon kevés növény, nagyon kevés cserje tud ennyire megkapóan, meghatóan nagyon szép sárga színfoltot varázsolni a kertünkbe. Lényegében mondjuk ilyen vörös borbolyákkal körbeültetve, különböző zöld bokrok gyűrűjébe betéve, ez a sárga szín, ráadásul ugye valamikor kora tavasz környékén, tehát március végén, időjárástól függően, március végén, április elején, április közepén szokott ugye elkezdeni virágozni. Kérem szépen a mahóniát igenis foltalkotó növényként, különböző ilyen ágyásokba berakva, fantasztikusan lehet alkalmazni. Kérem szépen, így néz ki Magyarországon évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő mahónia akvifólium.